Sziasztok! Hát a Matchbox utolsó fejezete, ami átjött a 24-es évre, és itt már csak a járművek, ugye, tankok, páncélkocsik, meg a teherautók vannak, repülőket már leközöltem, illetve közbeszereztem még új Matchbox. Ez a Buccaneer. Első dobolos. És ez általában csak 6 Matchbox hiányzik, már repülőből. A többi meg kb. 10, ami nem érdekes. Nem hiányzik, nem fontos. És ugye Tempestből volt összesen 4 darab, amiből elkészült a Tempest 6-os. A Tempest 2-t mutattam, amikor az a szerintem Bristol Kentaros motoros, ez pedig a népére szebb motoros, de valójában ez Tempest 6-os háború utáni. Itten csak az volt a gond, hogy simán össze tudtam rakni a Tempest 2-t, de viszont itt a légcsavarnál ott elcsesztek, mert a tengely belesett a lúgba. Tehát ezeket meg kellett oldani, hogy legyen forogjon a légcsavar, újra ígét kellett csinálnom. Az csak a Tempest 2-re vonatkozott, erre nem gondoltak, hogy ez így nem kompatibilis. Hogy ez a... Nem ad hozzá, Facebook nem adott hozzá se rakétát, se póttartály. Mondjuk rakétát azt kevesen használták, inkább a Typhoonon. És még egy, ez pedig a kész átverés show, amiről beszéltünk már, de a német Matchbox, valójában semmi köze a Matchboxhoz, csak a logója. Ez a ékoncsíkos, ez a német Matchbox, ami a teljesen német Matchbox, és utána pedig már jött a Revel. Ebben egy eredeti frog, Frog Dornier 17-es van, ami így nézett ki. Ez az eredeti frog. Ahhozzá fémmarkit, és természetesen horogkereszt is van. Nos, most kezdtem el. Itt van. Ez lesz a régi frog, tehát a szerszám, de a Matchbox ilyet sose gyártott. Tehát ez frog szerszám. Ilyen volt például ez a kész átverés, ez például ebben is. Revel, ős Revel, CR42-es van. Na, akkor menjünk a járművekre. Nem raktam össze sorrendbe. Ez a PK81-es. Ez első dobozos. De összerakva nincsen. Ez még ablakos. Itt van baj. Aztán a... Ez a Hanomag. Ez is. Ez összeraktam, de már nincsen meg. És ennek volt a... Itt ez a kiretus áldobozos. Ez, amit nem nagyon csípek. Itt van. Se ha semmi, ugye nincs a zászló rajta, a német zászló, semmi. Ha az nincsen, az a háttér semmi. Ez a
Priest is. Ez már, ami a Grünpunktban ráírva, az valójában már Németországba csomagolták. Ennek is háttér nincsen. És a PKL, oda mindig nem tudom, 400-at tettek oda, mert van, ez PK 89 lenne. Hogy a németek ezt miért csinálták, hogy 40-et vagy 400-at tették, azt már soha nem tudom, meg én se. Körülbelül 83 körül vették át ez a Priest. Agyújjam, is eltakarom az egészet, úgyhogy óra gondoltam, mert akkor is izére teszem rá. Hogy oda nem lehet, mert lecsúszik ez a Priest. Ugye hát ezek mindegy a 76-osok. Aztán mi legyen. Ez a Krupp teherautó, neki magyaroknak is volt. Ez egy Grünpunktos. Ez sem első dobozos. Bár még ott háttérben lángol ezt a németek valahogy. Szerintem rászóltak az angolok, hogy a Grünpunktos már nem lehet harc mögötte. Csak úgy az, hogy később jöttek, kapcsoltak rá. Mert ez már hivatalosan. Így nem szabadna működni, de ezt se tudjuk meg. Ezt miért így csináltak, úgy csinálták, nem tudom. Hát ez a... Míg ezt összerakom, az is. Ez a... Ez a Krupp. A PAK 37-es ágyúval. Aztán nem szabad olyan külül közel tenni a kamerához, mert azt mondja, akkor nem lesz éles. Nem tudom, sajnos ennek. A miniatűr dolgok. Akkor a Vespe, ez már kiretusázagodos, de nem Grünpunktos. Igen, ez még a PK 70, itt nincs a 40-es, tehát ez még nem, nincs német fennhatóság alatt. Valójában ez se első dobozos. Ez a Vespe. Ezt esettel festettem, nagyon régen csináltam. Sherman Firefly, ez is Grünpunktos, harc még van mögötte, ott robbant hátul valami, pedig ez már ez is német. A Westbox ilyen kis dioráma talpokat adott hozzá, de azt nem így ezt használtam föl, mert nem fél a kis vitrínbe. Viszont ő ez egy másik. Ez a másik matchboxnak a dioráma talpja. Csak ide tettem én a... kiegészítettem egy kicsit. Itt a Sherman Firefly. És ezek érfis katonák. Az M24 Csefi, ez is Grünpunktos, még van harc. A Csefi nincs már meg, újra kell még egyet szereznem.
De az már lehet, hogy Revel dobozban, mert valójában Revel az összes járművet átvette a repülőből csak töredékét. De már lehet, hogy azt se gyártja már. Igen, ez a PK-79 volt. Első dobozos az SDKZ-232-es, az a páncélkocsi. Ez sincs már meg. Így dobozban, ez valóban első dobozos. Az ablak még rajta van, kicsit doboz viharvért. Ez volt a PK-85. A párduc, szintén 60 mögötte, grünpunktos. Ez volt a PK-73, előtolva 400-al, hogy miért csinálták, nem tudom. Hogy a németek miért jelöltek a 400-as, de hát mindegy. Ez a Xbox párduc. Sörmen volt, Sefi volt. Az egy M40-es. Ez egy grünpunktos. Itt is még tüzelnek az ágyú, ez a, nem tudom, a 150 ml-es ágyú. Ez az M40-es. Ezt ő, nem tudom, hogy a Italé kiadta 72-ben, nekem a 1.35-ben megvan, de az Tamiya. Igen, ez a PK-86-os. Akkor a haltrak, az sincs már meg. Hát ez első doboznak tűnik, mert nincs rajta grünpunkt, csak nem ablakos, tehát a Matchboxnál is érthetetlen, hogy ennyit változtattak. Ez a PK-78, az már nincsen meg. Párduc. Ez eredeti kicsit viharver dobozba. Ez még a... Mindig akkor megy a mentő, mikor valamit mondok. A PK-80-as. Ez ablakos, ez még eredeti. És van egy ez a vadászpárduc. Az kocsizót nem ad hozzá. Én valamikor Bécsbe vettem, kis zacskóba volt 5 német és 5 orosz harckocsizó, és onnan maradtak meg, azért tudtam beletenni.
Ja, igen. Ez a kis Humber MK2-es ező, az angol páncélkocsi. Szintén grünpuntos, tehát ez is félig német már. Ez a picike. Na mi van még? Ja, Stuart. Szerintem ennek valami nem stimmel. A matchboxnál volt valami. Azt hiszem. A láztal. Rideg lett és összetört, mert használhatatlan. Hogy a csepűnél volt, nem tudom. Ki tudom-e venni? Igen, itt van. Darabokban. Valami nem stimmel. Hogy ezt meg tudom szerezni, ugye mondta, hogy később a Revel, lehet, hogy már azt se gyártja már. Revelbe kéne szereznem egyet akkor. Ehhez kétféle mizé van, tehát kétféle torony van, vagy amerikai, meg az angol torony. És hát egy amerikai csináltam. Szerintem valamit elfelejtettem. De én majd előkeresem. Aztán kell menni a szobába, nem tudom, hol tettem. Ez volt a PK84-es. Amit nem mutattam még. Ja. Igen. Ez a Panzerjäger 4L70. Grünpunktos. Ez is. PK87, előttében 400-zal. Be tudtam tenni azt a német halackocsizót, ami azt a Bécsbe vette. Ez valójában a, mondtam, ritkán használtam föl az idét, a Csefinek a talpa, de mivel a Csefi nincsen meg, ezért tettem rá a Stuartot. És a amely angol, az még egyet kéne szerezni ahhoz, hogy össze is rakja. A Panzer 3-as, ami nincs meg a doboza se. Ösztársra, hogy megvan, a doboz hova tűnt, nem tudom. Ez első dobozos, de hát ablak nincs rajta, ezért furcsa. Úgy látszik, nem. A
most ennek a... ezt a kis talpat, meg ezt a romházat, erre tettem rá, amit előbb mutattam, ezen van a Sherman Firefly. Ez így csak... ez a... hol is is a 17 fontos ágyú. Ez még igen, még simán PK 172-es 400 nincs előtte. A M Green pontos, de már ki van retusálva, ez is érdekes. A háttér, nem tudom, érdekes. A Chevrolet LRD és egy Jeep sivatagi színekben. Ennek rendes a talpát úgy tettem, ahogy van. Ez a hozzávaló. Ez a... se doboza nincsen. Köztársa vagy megvan szerintem, ne, hova doboza, hova lett, nem tudom. Ez a Diamond M19-es, azt hiszem, ez a tréleres. Ez ő... hát ide nem ad hozzá. Nem ad hozzá Sherman, ez egy régi kis érfik Sherman, azt tettem rá. Vaj a dobozban nincs hozzá. Mi maradt még le? Én ezt vissza kell raknom a cánctalpot. Ebből nincs semmi. Illetve egy pak 40-es lehet, hogy megmaradt, de nem tudom, nincs már meg. Ez csak dobozban van. Az SDKZ 11-2 a 75-ös pak 40-es és a BMW motor. Igen, ez ma PK 171 lenne, de előtében 40-nél. Ez a Montgomery-nek a teherautója, és ez egy Green Puntos, Mont is karaván, van hozzá egy kis Daimler nevű, Scott Daimler ez a kis angol páncélkocsi.
így néz ki az eredeti dioráma talp. És ennek sincs meg a doboza se. Hát is átjöttem arra rével. Ez a Renault és a Schär Bistang, valami car, úgy írják, nem tudom, francia. Első világháborús. Ez a angol komet. Szerintem a figurát is onnan máshoz szereztem. Valamelyik Érszisztangból maradt, vagy nem tudom honnan, vagy Italéri. Szerintem de a T-34-es, de nem tudom hova tettem, ott volt a szobába egy kis könyv rajta, most meg sehol nincs. De nincs meg csak a dobozpedele. Ebbe is tettem, amit előbb mondtam, hogy Bécsbe vettem a harckocsizókat. Ez valójában a Rever, az a 1940. De az nem jó, és ad hozzá föl gépuskát, az olyan nem volt. Nem tettem rá. Na, ez 41-es változat, és a... Ez a... Fekete csíkkal befújt ez a Lavrinenko. Orosz tankásznak a harckocsi, ami 52 németet lőtt ki. És van még egy, de az, amit mondtam, hogy nem találom hol van, de ez zacskóban van, tehát csak a dobozpedél van rajta. Hát, szerintem... Minden megvan. Ennyi az össz Matchbox jármű. És még ráadás. Hát legyen egy ilyen is. Csak azért vettem, hogy mert Matchbox, legyen egy ilyen is. Ez a angol katonák. A 8. hadsereg. Sivatagi katonái. Ez sem első dobozos. És hogy legyen egy másik is. Ez egy kis hajó. És így marad dobozba. Ez a USS San Diego. Na hát szerintem minden megvan. Igen. Na, hát akkor a Matchbox véget ért, ebben az évben is vannak évfordulók, 2024-ben, ilyen például a D-nap, a 80. évforduló, úgyhogy júniusban, hát azt még meg is kell érnem, mert bármikor meghalhatok.
és van még majdnem fél év. És úgy gondoltam, hogy visszatérünk a kedvencekhez. Következő részben szerintem a Curtis vadászgépek lesznek, a P40-es. De még addig még gondolkodni kell. Hát ennyi akkor a Matchbox. Sziasztok!